Kádám vagyok, és itt van mellettem Dávido is előttem. Ő az operatőr. És ma egy kicsit telefonbetyárkodni fogunk. Hű, de izgalmas. És a jó fogásról kifogtunk magunknak egy jó fogást. Na, akkor... jó napot kívánok, én ez miatt a perzsa szőnyeg miatt szeretnék érdeklődni. Üdvözlöm, hogy voltam, melyiket láttam volna, melyiket tudom. Hát ez a hatalmas, szép mintázatú perzsa szőnyeg, 200x300-as. Hát igazából először is az lenne az első kérdésem, hogy Aladdin ezt használt már mint hogy repül? Hát természetesen, ha csak itt az időkateret szól, akkor mindent elegít már repül. Hát az nagyon jó, és mennyiért árulja? Hát igen, én most ezt nem nézem, mivel egy ismerősöm mondta. Mivel én egy szőnyeget keresek az új lakásomba. Hát még igen, és még azt szeretném kérdezni, hogy hogy milyen motor van benne. Ebben? Igen. Elektromotor van. Az nagyon jó. És hány kilométert lehet vele repülni? Hát attól függ, mennyire húzza fel. Aha, értem, szóval fel kell húzni. Értem, és... hogy is jön? Hát milyen a sebessége? Milyen gyorsan tud szállni? Hát sajnos ez csak 10 km/h sebességet tud. Ó, hát az kár. Hát nem tudom, még megfontolom, de... Hát megfontolom még, azért megnézek mást is, de szerintem ezt fogom megvenni. Hát addig is viszal. Igen, találtam magamnak egy hatalmas, szép mintázatú perzsa szőnyeget, repülő szőnyegen, amiben van egy motor is, és 10 km/h tud repülni az új lakásomra, amit kitaláltam. Szóval, ja, 11.990 forintért, nagyon jó ár. Habár nem tudom, hogy el fog-e férni a lakásban, és hogy a buli szőnyegre mindenki fel fog-e férni. A levegőben. No, akkor. Jó napot kívánok! Én a babakocsi miatt szeretnék érdeklődni. Melyik babakocsi miatt van feltéve? Ez a Bergon Gross. Ez a Bergon Gross fajta. Jaj, amit most vettem fel, igen. Igen, na hát a fiamnak szeretném venni, mivel még nem találtunk neki, és nem sokára meg fog születni. És még azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen babakocsi már, mint hogy mennyi gyerek fér el benne. Szórakozik? Nem. Miért szórakoznák? Egy babakocsi általában egy gyerek fér el. Aha, hát ezt nem tudtam. Ezt már nem bírtam. Szórakozik? Nem, nem szórakozok.
az asszony már kórházban van. És én szórakozzak, nem? Ez nagyon jó volt. Igazából még azt akartam kérdezni, hogy világít a kerék, vagy hidraulikus? Jól a gyerek az ilyen vérbeli rapper. Hát jó. Jó napot kívánok! Jó napot! Na hát én a... ez miatt a ház miatt szeretnék érdeklődni. És... hát a... 13. kerületben lévő házban. Házért. Na hát... és azt szeretném kérdezni... hogy... mivel már volt 2 lakásom, így haverokkal laktam, és ugye most én Magyarországra szeretnék költözni. És hogy ebben mennyi szellem van, mivel eddig minden a házban, amivel beköltöztem, csak szellemek voltak. Nem tudtam aludni. Haló? Hát akkor viszlát. Aztán visz hal, vagy tök mindegy. Na, szavasz, csőcső, jó ét! Jaj, ezt látom.